Szeretett testvéreim, olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részének 7-től 16-ig terjedő verseit. Hajóutunk végére érve Tíruszból Ptolemaiszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik profétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Judeából egy Agabosz nevű proféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt, miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Szeretett testvéreim, most már a felolvasott ige azzal zárul, hogy Jeruzsálembe megérkezik Pál. Közben itt is testvéreket találtak Ptolemaiszban, aztán Ptolemaiuszban, aztán Cézáreában. Itt Fülöp evangélistáról is kapunk egy kis helyzetjelentést, úgy látszik itt telepedett le, megnősült, és ott vannak a feldőtt lányai, vagy már korábban is nős volt. Ő egyike volt a 7 diakónusnak, akiket Jeruzsálemben akkor választottak, amikor zavar támadt, mert az apostolok nem győzték az igét hirdetni, mert közben próbálták az özvegyeket ellátni, no, most nem akarok oda visszatérni. Azt hiszem a 6. fejezetben erről beszéltünk, és most inkább arról szólnék, hogy volt 4 leánya Fülöpnek, és ők profétáltak, ezt olvassuk. Ez ma azt jelenti a profétás, hogy igét hirdetni. Akkor egy kicsit benne volt ebben még, mielőtt a Biblia lezárult, az is, hogy amit majd itt látunk Agabosznál, aki jött és megjövendölte, hogy mi következik, meg ugye a régi proféták az Ószövetségben Isten lelke által olyan dolgokat jelentettek ki, amik később bekövetkeztek, vagy pedig igéket adtak tovább. Na most itt arról is szeretnék pár szót szólni, mert lehet, hogy kérdése valakinek, hogy a nők egyházi szolgálata, például női lelkész, női presbiter, meg egyáltalán Timóteusi levélben van olyan, hogy a nők hallgassanak a gyülekezetben. Testvéreim, nagyon vigyáznunk kell, hogy ne egy-egy igét ragadjunk ki. Ha figyeljük a Biblia egészét, akkor azt látjuk, hogy pünköstkor arról beszél az ige, és profétai idézet, hogy kitöltök az én lelkemből a ti fiaitokra és leányaitokra. Profétálnak a ti ifjaitok és leányaitok. És itt is látjuk,
meg másutt is előjön, például a Galata levélben azt olvassuk, hogy a Krisztusban nincs zsidó, görög, férfi, nő. Na most ezt nem arra akartam mondani, hogy összemossa a férfi és a női nemiségünket, szerepünket az ige, hanem azt, hogy ugyanúgy érvényes az a kegyelem ránk. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy az alapszerepeket nem mossa el az ige. Tehát én ott is megállnék, amikor teljes egyenlőséggel úgy beszél valaki, hogy fiúk, lányok, teológiára mindegy, természetes, hogy szabadság van, amint az imént mondtam, de azt is látnunk kell, hogy ebben a megőrült világunkban nem veszik komolyan, hogy van olyan isteni rend, ami nem a szentség kérdése, hogy most a nő azért nem szólhat, mert a férfi valamivel szentebb így, vagy kiválasztottabb, hanem a férfiak és a nők életében, egyáltalán a családra nézve is, más a szereposztás. Na most ezért is kell figyelni arra, hogy jogilag, vagy lelkileg, vagy Isten lelke által lehet, hogy az a nő, ha belegondolunk például egy Traus Liza életébe, hát olyan áldott módon működött a magyar ébredésben, hogy talán a század folyamán nem volt, aki nem lelkészként ilyen hatással, sokszor még lelkészként sem, lett volna az evangélium ügyére. Tehát ilyen értelemben nem látok én problémát. Ott igen, hogy a szereposztást illetően nem szabad úgy mosni össze, hogy az a leterheljük, vagy betolakodóan minden áron ugyanazt csinálja a nő is, hát miközben szüli a gyermekeit, vagy neveli. Hát olyan terhek vannak rajta. És hát elsősorban Isten a vezetési feladatokat a férfiaknak adta. Az más kérdés, hogy a férfiak csődöt mondanak, hát a gyülekezeteket is megnézzük, jóval több nő a hitre jutott, és a presbitériumok is. De én ott például betegesnek látom a dolgot, ahol 8 presbiter közül 8 nő. Hát hol vannak a férfiak? Meg, tehát mi a fasori gyülekezetben nem mondtuk ki, hogy nem lehet nő presbiter. Ott volt Somogyi Péter lelkipásztortársam és a felesége Krisztina, aki nagyon sok kegyelmi ajándékkal megáldottan végezte a lelkészi feladatokat, és ott voltak a gyermekeik. Nevelte a gyermekeket férjével együtt, és nem is volt könnyű az az út, azt ők tudják igazán megmondani, de a presbitériumban is úgy volt, hogy mindig voltak, tehát már mikor oda kerültem is voltak nők, és utána is választottunk 1, 2, 3, 4 nőt, akik szintén áldott szolgálatot végeztek. És nem mondom, hogy most akkor így kell az arányszámokat, én csak ezt a kettőt szeretném hangsúlyozni. Az egyik, hogy ne mondjuk ki, hogy Isten lelke nem hívhat el, nem erősíthet meg, hogy ne. A másik, hogy ne feledkezzünk meg arról a teremtési rendről, amit úgy koordinál, hogy a férfi feje a Krisztus, a nő feje a férfi, és a többi. Tudjuk, hogy ezeket nem kell kiélezni, de alázattal, szeretettel mindenki álljon a helyére.
Krisztus pedig uralkodhasson minél jobban a szívünkön.